Aki ajnok ajánlom, én elköm.
Să te orsagă, bă, bă, lumea,
Szent vagy te, mi Istenünk, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor is, örökkön örökké. Szent papsággá épültök, hogy
hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be. Ezért mondja az írás, íme választott, becsesszük, szegletkövet rakott lesionban, s az, aki benne bízik, az szégyen nem éri. Számotokra, hívők számára tehát érték, a hitetlenek számára azonban ez a kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, s egyben a botlás kövévé és botrány sziklájává. Ezek, mivel nem hisznek az igében, elbotlanak, ami már meg is történt velük. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytól, hogy annál annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívott titeket. Békesség néked, bölcsesség, figyelmeztő. Alleluja! Kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram,
metropolitánkért, Atanász püspökünkért és Ábel apostoli kormányzónkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Váró népért, mi jó tevőnkért, s minden igaz hitű keresztényért. Uram, miért van az? Uram, miért van az? Uram, miért van az? Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkör örökké. No.
legszentebb jóságos, és elvenítő lelkedel együtt most és mindenkor, és örökkön örökké. Oh.
téged, a tieidből léged ajánljuk föl, mindnyájunkért és mindenekért. Tiéd a hűnk, tiéd áldunk, néked hálába rúg, hónlunk, és imádunk az Isten szülő és mindenkor szűz Máriáért. Isten szülő, szűz Mária, keresztények reménysége, vélemes részt és üdvözés a te benned bízókkal. Boldogságos szűz Mária, Isten szerető Fülöp metropolitánkról, Atanász püspökünkről és Ábel apostoli kormányzókról, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetéséről. És örökkör örökké. Amen. És legyen a mi nagy Istenünk üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájunkkal. És a teremtőnkkel. Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, én vagyok. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki radján át elfogadván azokat szent mennyés szellemi oltárára, küldjene nekünk Isteni malasztját, s a szent lélek ajándékát könyörögjünk az Úrhoz. Uram, én vagyok. Hogy mentse meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket.
minket Isten a te kegyelmeddel. Maradj érvalósz! Úgy ezen egész napot tökéletesen szentű békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. És elengedését kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Jókat és hasznosokat lehetünk, és a világra békességet kérjünk az Úrtól. Amen, Uram! Életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelm és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetesítévő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mégem, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennye Isten, atyának nevezni és mondani. Mi atyám, atya mennyeben van, szenvedessék meg a bennem, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. Krisztus az élő Istennek fia, ki a világ őt üdvözíti.
Emlékezzél meg rólam, Uram, minél lejössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uram, minél lejössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, minél lejössz a Te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra. A Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszen, Uram, és hallom, hogy ezt, amiben most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztább teste, a Te valóságos és elevenítő vére. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre.
Mindenkor és örökkör örökké.